Sziasztok! Kellemes nőnapot a hölgyeknek, lányoknak, asszonyoknak, és egy fogalmazásommal készültem erre a napra. Annó 2011-ben írtam ezt, aminek a címe a nő szerepe az ember tragédiájában. Tehát kezdem is. Az ember tragédiája című emberiség dráma három egyéniség karakterén keresztül mutatja be az emberiség létkérdéseinek alapvető problémáját, és keresi arra a választ, hogy van-e értelme az ember létezésének. Luciferi az örök tagadás szerepe, és Ádámot letéríti az útról, az oldalbordáján keresztül. Ádám emellett megmarad optimistának és bizakodónak a nagy harcok közepette. Ám hiába való lenne a bizakodása, ha nem lenne mellette a fent említett oldalbordája, azaz Éva nevezetű hölgyemény. Ő ösztönzi Ádámot, és az egész tragédia történetének hajtóereje. Nélküle Ádám már a mű elején elbizonytalanodna, és hinne Lucifer balga és csábító beszédének. Éva viszi bűnbe Ádámot, de Évában ott bujkál a bűntudat, és az a beprogramozottság, hogy rajta kívül más ne csábítgassa el az ő Ádámkáját, főleg ne egy örökös lázadó, egy földre taszított engedetlen angyal, aki a nevében fényhozó, de a sötétségben megbúvó és ármánykodó Lucifer ő. A modern évák jelmondata pedig lenne ez, csak én lázadhatok. Nehéz a dolga Évának, hiszen ugyanolyan, mint Ádám, de Isten mégis plusz olyas valamivel látta el, hogy azzal Luciferen ki tud fogni. Ne felejtsük el, hogy Lucifer is Isten teremtménye, és igazából senki sem kerekedhet a másik fölébe, főleg egy Istentől elpártolt szellemlény. Az Isten az ember megteremtésével egy egészet alkotott, de azt ketté választotta. A szereposztás úgy esett, hogy Ádám és Éva vágyakozzanak egymás után, de főleg Ádámnak Éva legyen a fő oka, fő vágya. És mire vágyik? A kezdeti éderre, az isteni rendre, amit Éva meg tud Istentől tanultan teremteni, itt lent a földön. Ádám kis világát színről színre teszi otthonossá, idővel kibontakozik a teljes egyénisége is. Az életélvezet, a szolgalét és az önfeled boldogság, továbbá a hálaérzet, a hiúság és a kíváncsiság teszik Évát Ádám méltó társává mindenben, ami számít és fontos létkérdés. Ádám mindent logikusan átgondol, analizál, megfontol, de rajta kívül ott van Éva, aki ösztönösen ráérez a problémák megoldására akkor is, amikor az ész, a tézisek, a szintézisek és az antitézisek kudarcot valladak az életben. Ádám mindeközben megtapasztalja a korszakokra tagolt nagybetűs életet, és hiszi, hogy képes irányítani azt. Merül illúzióban él, hiszen Éva nélkül hatalmát sem gyakorolhatná, amelyet Istentől kapott. A nyolcadik színben, amikor az egyén szerepe kiemelkedőnek számít, megfogalmazza Ádám, hogy milyen is a nő. Minő csodás keverse rossz, és nemesnek, a nő méregből és mézből összeszűrve, mégis miért vonz? Mert a jó, a sajátja, míg bűne a koré,
mely szülte őt. Érdekes, hogy ezt a megállapítást nem a 6. római színben tette meg, amikor alászállt a hedonisztikus örömökbe, és kéjvágyait kielégítette a nőkben. A megállapítás után jön a keserű csalódás, méghozzá a 8. színben, ez a Prága 1, amikor a felesége állandóan megcsalja őt, és állandó pénzkéréseivel zaklatja, miközben a bor máborában Ádámnak már fogalma sincs a valóságról, és elalszik. És ekkor jő az álom az álomban állapot. Tézist a tézisre halmozott, és most mindenből kiábrándult. Elanyagiasodott a körülöttük lévő világ, mindenki a vesztébe rohan. S Londonban sírgödölbe ugrálnak az emberek, az anyagiasság áldozataiként zsákutcába kerülve, és Éva ekkor kiemelkedik hirtelen a tömegből. És ez az ember tragédiájában Madács Imre írta, folytatódik, és reménysugárként csillan fel az alakja, az a szépséges. Reménykedhet-e benne Ádám? Természeti források és kincsek az idő alatt kimerülnek, és a determinizmus eluralkodik a világon. Ádám már annyira reményvesztett, hogy még a földtől is teljesen elszakad, attól elrugaszkodik, és az űrben próbál szerencsét, de csak magányra lel az univerzum sötétségében és hidegében. A földanya nélkül és senki csupán, és visszatér hozzá az eljegesedett világba, ahol egy eszkimó indián istenségnek véli, és több fókba zsákmányért cserébe felajánlja neki feleségét, egy nőt. Ádám már öngyilkosságra készülődik, amikor kiderül, hogy Éva gyermeket várt tőle. Ez a tény visszahozza minden eddigi eltűnt életkedvét, és a gonosz Lucifernek ezzel romba dönti a terveit, ami az emberi faj elpusztítására és istentelenségre irányult. Isten meg jó derült az egészen, hiszen Éva volt az ő titkos fegyvere. Az aduásza Lucifer kijátszásával kapcsolatban, és a teremtményei igazodtak ahhoz a legfőbb parancsolatához, amely így szól, szaporodjatok és sokasodjatok. És talán ezt az isteni iránymutatást szinte csak Éva hallotta meg az ösztönös megérzései folytán, és mindvégig tudta azt, hogy mi a dolga, a hivatása, a küldetése a férfi oldalán, mint nő. Egy gyönge nő tisztább lelkülete, az érdekek mocskától távolabb meghallja azt, és szívén keresztül költészetté és dallá szűrődni. Lucifernek nem sikerült elérni azt, amit elképzelt, majd állati vágyának eszközéül tekinti a nőt, majd istenül oltára helyezi. Tehát isteníti. A nő nem eszköz és nem Isten, hanem ember, annak szülőanyja, valamennyi rossz és jó tulajdonság hordozója, és Ádám hiányosságainak tökéletes kiegészítője, ám úgy a legtökéletesebbek, ha mind a ketten Isten szolgálják, és Isten pedig kegyelmet gyakorol velük szemben a korszakoktól függetlenül. Ádám pedig küzd tovább eme zord életben a kegyetlen árnyékvilágban, és sosem egyedül, hanem Évával az oldalán, mert a férfi ember asszony nélkül fél ember csupán, és a nagy tragédiák egész embert kívánnak, bármi legyen is a vége az ember tragédiájának. Tehát, hölgyeim, a nő szerepe egy férfi, a férfiak életében, hát lehet sors paradicsom és sors tragédia egyaránt. Kinek mi jutott?
Tisztelet, megbecsülés, kedvesség minden nőnek, és nyugalom az egész családnak. Sziasztok, jók legyetek!